AutoCAD-ben, amikor műszaki rajzokat szerkesztünk, gyakran előfordul az az egyszerű feladat, hogy egy meglévő rajzobjektum végpontjához, például ennek az egyenesnek ehhez, vagy például ehhez a végpontjához, szerkesztünk hozzá egy másik rajzelemet, mondjuk egy egyenest, hogy azok pontosan, koordináta helyesen csatlakozzanak. Próbáljuk megtenni ezt az egyszerű feladatot az AutoCAD-ben. Menjünk a vonalrajzolás parancsba, klikkeljünk le a modelltér egy tetszőleges pontjánál, majd próbáljuk az egyenesünk végpontját a meglévő egyenes végpontjához illeszteni. Lehet látni, hogy nem túlságosan egyértelmű a csatlakozás, semmilyen segítséget nem kapunk az AutoCAD-től. Természetesen az egérrel ránagyíthatunk, egyre közelebb mehetünk, majd amikor úgy érezzük már, hogy kielégítően pontos az illesztés, nyomjuk le az egér bal gombját, ezzel rögzítve a rajzobjektumot. Nézzük meg, hogy szemre, bár úgy néz ki, hogy sikerült pontosan illesztenünk a két rajzelemet egymáshoz, mégsem teljesen tökéletesen sikerült a művelet, hiszen hogyha ránagyítunk, egyre nagyobbá válik az a hiba, amit elkövettünk. Ha most kijelölöm a rajzelemet újra, és ugyancsak megpróbálom hozzáilleszteni a meglévő rajzelem végéhez az új rajzelem végpontját, akkor ha megint csak ránagyítok, újra egy hiba látható, amelyet tulajdonképpen nem is lehet eltüntetni, hiszen szabad kézzel két rajzelemet egymáshoz illeszteni nem lehetséges az AutoCAD rendszerében. Hogy ezt az egyszerű feladatot, hogy két rajzelemet koordináta helyesen egymáshoz tudjunk illeszteni, az AutoCAD-ben a tárgyalasztal mód segítségével tudjuk végrehajtani. Ahhoz, hogy bekapcsoljuk ezt a funkciót, menjünk az állapotsorra, és a poláris követés mellett lévő T-raster, azaz tárgyraster nyomógombot nyomjuk meg. Hogyha ezt a funkciót bekapcsoljuk, akkor az AutoCAD a különféle rajzelemek nevezetes pontjait, ilyen nevezetes pont például a felezőpont és a végpont, fölkeresi és fölkínálja, hogy oda csatlakoztassuk az új rajzelememünk végpontját. Újra adjuk ki a rajzolás utasítást, tegyük le a modelltérbe az egyenesünk első pontját, majd közelítsünk a meglévő egyeneshez, és ekkor megjelenik egy jelölő, valamint egy tooltip, mégpedig kírja az AutoCAD, hogy ez egy végpont. Hogyha ránagyítok, és újra ráközelítek, ugyancsak megtalálja ezt a végpontot az AutoCAD. Most klikkeljünk az egér bal gombjával, és szépen, koordináta helyesen sikerült összecsatlakoztatnunk a két rajzelemet egymáshoz, azaz ezzel a módszerrel valóban meg lehet valósítani a tökéletesen pontos rajzolást. Természetesen a tárgyraster mód nem csak a végpontokat keresi meg, hanem megkeresi a felező pontokat, az érintési pontokat, a merőleges pontokat és a többi, mindazokat a pontokat, amelyek a klasszikus szerkesztések során nélkülözhetetlenek. Megint adjunk ki egy vonalrajzolás parancsot, és közelítsünk az egyenesünk felező pontjához. Látható, hogy ennél az egyenesnél csak a végpontot kínálja föl az AutoCAD. Egyik végpont, másik végpont, a másik egyenesnek is a végpontját megtalálja, de sehogy sem akarja megtalálni az egyenesek felező pontját. Ez azért van, mert a tárgyasztem módnak meg kell mondani, hogy milyen pontokat keressen a modelltérbe. Jobb klik a tárgyasztel gombon, majd beállítások. A megjelenő párbeszéd ablakban lehetséges bepipálni azokat a pontokat, amelyeket fel szeretnénk keresni a rajzolásunk alatt. Kapcsoljuk be most a felező pontot. Ha most leokézzük a párbeszéd ablakot, és újra kiadjuk a vonal rajzolás parancsot, akkor láthatjuk, hogy a végpont mellett már fölkínálja az AutoCAD rendszer a felező pontot is. Minden egyes nevezetes pontnak van egy jellegzetes ikonja, a felező ponté a háromszög, a végponté pedig a négyszög. Ezeket az ikonokat egyébként az előző panelen is megtaláljuk, így segít az AutoCAD a pontok vizualizálásában. A másik fontos dolog, hogyha egy ilyen tárgyalasztal pontot fölkínál az AutoCAD, akkor nem kell beleklikkelnünk ebbe az ikonba, hanem elegendő, ha
a ikon mellett lévő pozícióban nyomjuk le az egér bal gombját, az automatikusan bele fog kerülni, úgymond belehúzza az autókat ebbe a nevezetes pontban a mutatónkat. Ez ugyanúgy működik végpont esetében is, megjelenik, klikkelünk, már is benne van a végpontban az új rajzelemünknek a vége. Kapcsoljuk be most a középpontot is, amely ugye a kör esetén értelmezhető, valamint a sík negyed pontot is, ez a körnek a kvadráns pontját fogja megjeleníteni. Emellett be lehet kapcsolni a merőleges és az érintési pontok keresését is. Most újra belemegyünk egy vonalrajzolás utasításba, és megmozgatjuk a szárkeresztet, akkor látható, hogy fölkínálja a kör középpontját, fölkínálja a kör egyik síknegyed pontját, másik síknegyed pontját, egyenes felezőpont, végpont, talán, ha ügyesek vagyunk, igen, fölkínál a számunkra egy érintési pontot, azaz látható, hogy nagyon sok pontot, tárgyasztelpontot keres nekünk az AutoCAD. Ez a funkció nagyon hasznos, ennek a segítségével tudunk pontosan rajzolni az AutoCAD-ben. Ha most például egy érintő egyenet szeretnék a körhöz szerkeszteni, akkor nincs más dolga, mint megkeresni nagyjából az egérmutatóval az érintési pontot, a pontos érintési pontot az AutoCAD kikeresi, amikor megjelenik az ikonja az érintési pontnak, elegendő a bal egérgombbal klikkelni egyet, és már is kiszerkesztette a rendszer az érintési pontot. A merőleges ugyanilyen, elindítunk egy rajzelemet, majd nagyjából ugye szemmel merőlegesen közelítünk a másik rajzelemhez, a pontos merőleges pontot pedig az AutoCAD ki fogja keresni a számunkra. Nagyon hasznos funkcióról van szó. Leggyorsabban az F3 funkció billentyűvel tudjuk be és kikapcsolni a tárgyasztert. Most egy egyszerű példán mutatnám be újra ennek a funkciónak a lényegét. Rajzolunk egy kört, amelyhez egy egyenes szeretnénk érintő folytonosan csatlakoztatni. Megjelenik az érintési pont, már is ki tudtuk szerkeszteni. Nagyon egyszerű az egyenes és a kör érintésének a kiszerkesztése a tárgyasztás segítségével. Természetesen a negyedelő pontokat is könnyen föl tudjuk keresni. Valamint a kör középpontjához is könnyen tudunk illeszteni új rajzelemeket. Ami még fontos lehet, hogyha például van egy egyenesünk, akkor ezzel könnyedén tudunk párhuzamos egyenes szerkeszteni például a tárgyasztás segítségével. Menjünk bele egy egyenes rajzolásba, indítjuk el az egyenest, majd a Shift billentyű lenyomása mellett nyomjuk le a jobb egérgombot, ekkor megjelenik a tárgyraszter lista, amelyben néha még több tárgyraszter pontot is találhatunk, mint az előző párbeszéd ablakban. Válasszuk ki a párhuzamos opciót, mutassuk meg a rendszernek, hogy melyik egyenessel szeretnénk párhuzamos szerkeszteni, majd mozgassuk el a mutatót, és amikor a párhuzamos közeli helyzetbe kerül a szárkereszt, már is egy illesztési útvonalat rajzol ki a rendszer, amelyen természetesen kiszerkeszthetjük az új egyenesünket, mondjuk legyen a hossza 500 ajzi egység, és Enter, elkészült az egyenesünk, amely egy másik egyenesen, ugye párhuzamos helyzetben van. A tárgyaszter funkció nagyon fontos, de nem ajánlatos, hogy mindig minden funkció keresés alatt legyen, hiszen egy zsúfolt rajznál sokszor nagyon nehéz oda klikkelnünk, ahova szeretnénk, hiszen látható, hogy ha egy zöld ikon, tárgyaszter ikon már megjelenik a modelltérbe, akkor abba húzza bele a mutatónkat az AutoCAD, és nem oda klikkelünk, ahova egyébként szeretnénk. Ezért van az, hogy általában mindig feladathoz válasszuk ki, hogy melyik tárgyasztel pontot válasszuk. Általában a középpont, a felezőpont és az érintési pontok szoktak bekapcsolás alatt lenni. De mi van akkor, hogyha csak egyetlen egy rajzolásnyi utasítással szeretnék, hogy egy funkció bekapcsolva legyen? Mondjuk egy érintő egyenes szeretnék a körhöz szerkeszteni, de nincsen bekapcsolva az érintési funkció.
Ezt is nagyon könnyen el tudom érni, belemegyek egy vonalrajzolás utasításba, lenyomom a shift gombot, majd jobb egérgomb, kiválasztom az érintési tárgyasztelpontot, és lám csodát, már is megtalálja a rendszer az érintési pontot. Lezárom ezt az utasítást, újra kiadom a vonalhúzás parancsot, és lehet látni, hogy nem kínálja föl a rendszer az érintési pontot, hiszen nincsen bekapcsolva. Ha újra lenyomom a Shift billentyűt, majd jobb egérgomb, és kiválasztom a érintési tárgyasztelpontot, akkor már is megkeresi újra az érintési pontot, a parancs lezárása után pedig újra nem fogja figyelembe venni ezeket a pontokat. A tárgyasztel módot az F3 billentyűvel tudjuk gyorsan kibekapcsolni, célszerű megtanulni, hiszen enélkül igazándiból nem lehet hatékonyan dolgozni az AutoCAD rendszerében.